A felgyorsult világban sokaknak nem tűnik fel, hogy milyen csodák történhetnek akár egy-két perc alatt is. Ezért Pálmerné Büti Klára fotós azt a célt tűzte ki maga elé, hogy megpróbálja megmutatni az embereknek, hogy milyen is az, amikor leülnek a vízpartra és csak csendesen szemlélődnek. Nyugodtnak tűnő táj. Pár perc múlva egyáltalán nem lesz nyugodt, illetve nem lesz nyugodt, hanem nem lesz mozdulatlan. Engem minden a vízhez köt. Édesapám szerint én előző életemben biztosan hal voltam, vagy kacsa. Vízhez köthető minden, a madarak, a siklók, a gyíkok, a minden gyakorlatilag. Nagyon szeretem a vizet, a vízparton élek. Hajnali 4-kor bekiabáltak, ahogy a torkukon kifér. Bár az ablak alatt a fáknak zöld kocsmáiba még alig ér, még nem is ért új fénye a napnak, mint a bolondok úgy kacagtak, kúrjongattak vad vigadozásban a kertéjük. 2007-ben, viszonylag későn, grafikus fiam adta a kezembe először a gépet azzal, hogy anya, szeretsz fényképezni, kezdje fotózni. És akkor én csodálkoztam, hogy ugyan már mi a különbség. Ó, hát óriási. És hát aztán ebben nekem nagyon sokat segített dr. Kalotás Zsolt, aki a mentorom és barátom is egyben, és hát aki szerintem a élő legnagyobb természetfotós. Úgyhogy neki sokat köszönhetek. Hát főleg a vízparti madarak. Az valami csoda, amit a madarak a vízparton is körülötte művelnek. Igen, az. De a sütkérező teknős is, tehát vagy a légyre vadászok béka, amelyik ott tücsörög egy levélen. A ködös képek, azok sok időt, igen, ott nagyon sokszor kell változtatni a beállításokon, hogy az tényleg jó legyen. És azokat nagyon szeretem, a hajnali ködöket, az ősz színeit, meg a hajnali ködöket, igen. A topzódó méhecske itt a katánk virágában, vagy a kockás sikló a gépbe. De hát ott vannak a nemrég született kis baglyok a udvasfában, szóval nem tudnék igazából választani. Sok mindent szeretek. Nagyon szeretem a szép fákat. A kasztói őstölgyes például igazán kedvenc témám. Meg hát van nekem egy fotós weekend csapatom, akikkel több mint 10 éve minden nyáron egy 3 napos hétvégére összejövünk. Annak én vagyok a szervezője, és Kalotás Zsolt a szakmai vezetője. Velük is voltunk az őstölgyesben, csodálatos látvány. Nagyon szeretem az érdekes, különleges, ritka lepkéket, aztán azokat a madarakat, rovarokat, amelyek esetleg már kihaló félben vannak. Tehát szeretem ezeket fölkutatni. Rengeteg örömöt, békét, nyugalmat, az nagyon, nagyon mindenkinek ajánlani tudom, hogy kezdjen el fotózni, akár telefonnal is, mert megéri, szinte mindig, igen, igen. De a telefon az biztos, hogy nálam van, és azzal a jó telefonokkal ma már azokon van kreatív zóna, tehát van professzionális mód, azokkal is nagyon jó képeket lehet csinálni. Úgyhogy mindenkit bíztatok, hogy kezdjen el fotózni, érdemes.